Sziasztok! Kristóf, a kockás ember, ez pedig nem más, mint a pénteki cset. Mai adásban megnézzük, hogy mi történt ezen a héten a Degó táján. Eredetileg azt terveztem, hogy ebben az adásban fogom összedni, hogy mik fognak megjelenni augusztusban, de bizony az Lego okozott egy meglepetést, így inkább eltoltam egy héttel később, és már is mondom, mi volt ez a meglepetés, ez még nem más, mint az Atari 2600-as gép, vagyis konzol, amit ugye kijön a Lego verziójában. Ugye itt láthatjátok róla a képet, és amit mindenképp szeretnék kiemelni benne, hogy nem csak magát a konzolt kapjuk meg, hanem magát a kazettákat, vagyis kerticseket, amiket be lehetett tenni annak idején a konzolba. Ennek kapunk egy tartót is, és ami a legizgalmasabb az egészben, hogy kapunk mindegyik játékhoz, mindegyik ikonikus játékhoz egy-egy diorámát is pluszban, ami ugye emlékeztet minket a játékra, és még itt nincs vége, hiszen még egy plusz kis diorámát is elrejtettek a konzolon belül, ahol bizony egy szoba van megalkotva, egy nagy játékos, aki ugye ezzel az Atarival játszik, és nem is lenne tökéletes a konzol egy rendes joystick nélkül, így azt is kapunk hozzá. Úgyhogy egy igazán jól kidolgozott, izgalmas kis készletet kapunk. Nézzük is hozzá az adatokat. Ugye ez a 10-306-os készlet 2532 elemből fog állni, és 92.000 forint lesz az ára. Ami bizony elég durván hangzik egy ilyen, hát azért azt kell mondanom, hogy kis készletet nézve, de hát ennyi az ára, és amiért meglepett minket a Lego, az pedig az, hogy a megjelenése az augusztus 1, úgyhogy úgy voltam vele, hogyha már ez is augusztus 1-én jelenik meg, pedig már így is rengeteg minden fog megjelenni augusztus 1-én, akkor én inkább kivárom még az egy hetet, ami durván még ház van ebből a júliusból, és megnézzük akkor, hogy pontosan mik fognak megjelenni augusztus 1-én, mert hát így kis túlzással szinte hetente jön valamilyen készlet, ami még ugyanúgy augusztus 1-én fog megjelenni, hát elég izgalmas augusztusnak nézünk elébe. Úgyhogy személy szerint azért ez az Atari ilyen nem rajongok, de azt mindenképp meg kell mondanom, hogy a Nintendohoz képest szerintem sokkal jobban néz ki. Kíváncsi vagyok, amit ti mit szóltok hozzá, nyugodtan jöttnek a kommentek a kommentmezőbe. És lépjünk is tovább a következő megjelenésre, ami szintén meglepetés volt, ez pedig nem más, mint az Office készlet, ugye ami az ID-zon belül fog megjelenni. És ez engem azért lepett meg ennyire, mert emlékeim szerint ezt viszonylag rövid idő alatt hozták ki, hiszen pár hónapja lehetett, mire durván bejelentették, hogy ő az egyik nyertes. Nos, ebben tévedtem, ugyanis megnéztem pontosan, hogy mikor volt a bejelentés, ez tavaly október közepén volt, tehát igazából kis túlzással szépen lassan eltett egy év, és azt is meg kell mondani, hogy elkezdjétek nézni a képeket, hogy bizony nem egy bonyolult készletről beszélünk. Viszont nagy szerencsénk van, hogy ez csak október 1-én fog megjelenni, úgyhogy nem fegyelhet minket az a veszély, hogy ne férjen bele a büdzsébe majd augusztusba. Az ára egyébként 46.000 forint lesz, a száma 21.336-os és 1164 elemből fog állni. És ami a legizgalmasabb benne, hogy 15 minifigurát fog tartalmazni, tehát nagyjából az összes szereplő meg fog jelenni, aki a sorozatban is látható volt. És ugorjunk tovább egy másik októberben megjelenő készletekre, ezek nem más, mint az Avatarnak a készletei, ugyanis a San Diego-i Comic Con részeként meghozták a hivatalos képeket a készletekről. Ugye a legnagyobb készletet azt már láthattuk még hozzá a Legokonon, azt be is mutattam már nektek, ezért azt most kihagynám a felsorolásból, inkább nézzük meg azt a maradék készleteket, amiket még meg fogunk kapni, mert bizony azok is izgalmasabbak, sőt, talán azt mondom, hogy talán izgalmasabbak is, mint a legnagyobb. Kezdjük mindjárt a Brickheads-szel, amiben egy dupla figurát kapunk, méghozzá Jake Sully-t, illetve az Avatarját. Ez a 40554-es készlet, 246 darabból fog állni, és 7290 forintba fog kerülni, ahogy általában a Brickheads dupla készleteknél megszokhattuk. Szóval jön a következő készlet, ez a 75571-es, ugye ez nem más, mint Miles Quaritch and Mayrity harca, ugye itt megkapjuk már egyből az Anator, illetve az egy EMP-t, amiben Miles ücsörög. Ugye ez a életfájára való harcnak az egyik jelenete. Nézzük az adatokat,
Ugye az 75-571-es készlet 560 elemből fog állni, és ennek az ára pedig 18.000 forint lesz. És természetesen a bensík sem maradhatnak ki, ugye Jake és Matrix-nek a bensis repülése. Ennek a készletnek a száma 75-572-es, 572 elemből fog állni, és 22.000 forintba fog kerülni. Majd jöjjön az én személyes kedvenc készletem, ugye ez a repülhegyek között lévő állomás, valamint a helikopter. Innen már tudhatjátok is, hogy miért ez a fő kedvenc készletem. Ennek a száma a 75-573-as, 887 elemből fog állni, és 35.000 forintba fog kerülni. Itt megkapjuk a hatlábú lovat is már ebbe a készletbe. Szóval azt kell mondanom, hogy ez a készlet igazából szerintem sokkal jobb, mint a legnagyobb. Én igazából erre szavaznék, és igazából álmon is szerintem sokkal jobban néz ki. Úgyhogy ezek az avatar készletek, nyugodtan jöhetnek itt is kommentbe, hogy ti mit szóltok hozzá, és igazából ennyi is volt a LEGO-nak a bejelentései, szóval azért nem vitték szerencsére túlzásban, de mégis azért ez az Atari augusztusi megjelenés azért eléggé szíven ütött, hogy azt kell mondanom. Úgyhogy ennyi volt a LEGO világa, térjünk is át kockás ember világára, hogy ugye értelemszerűen nyereményjáték van. Na most az a helyzet állt elő, hogy a múlt heti adás, amit kisorsoltam, Polybag-et, azért nem jelentkezett a szerencsés nyertes, amit én borzasztóan sajnálok, úgyhogy úgy döntöttem, hogy újra kisorsolom ezt a Polybag-et, ugye ez nem volt más, mint az Aston Martin-os Polybag, és itt láthatjátok is már a nyertest, neki nagyon szépen gratulálok, itt ki is írtam, hogy a infokukac.kockásember.hu címre dobjon egy levelet, hogy fel tudjam venni a kapcsolatot, és a brickmania.hu, aki feladta ezt a Polybag-et, el tudja neki küldeni a Polybag-et. És akkor jön a másik nyereményjáték, ugye a múlt héten volt, ugye az nem volt más, mint a Gokart, itt láthatjátok is már a sorsadást, és e-mail nyertes, akinek hatalmas gratuláció, szintén úgy az infokukac.kockásember.hu címre írjon egy levelet, hogy utána fel tudjam venni a kapcsolatot, és meg tudjuk beszélni, hogy a brickmania.hu, aki szintén feladta ezt a Polybag-et, az majd tudjon jelentkezni. Az eheti nyereményjáték, ami ezért a szuper papagájos kreátor Polybag-ért fog menni, ami szintén a brickmania.hu felajánlásával fog kisorsolásra kerülni, amit nagyon szépen köszönjük nekik egyébként. A következő a feladvány, most bizony egy kicsit szigorú feladványt fogok adni, ez pedig nem más, mint hogy kommenteket fogok várni, méghozzá abban a témakörben, hogy melyik volt a legkedvencebbik, vagy melyik az a top 3, vagy top 5 kedvenc készlet az elmúlt 90 évből, ugye hiszen idén 90 éves a LEGO, ami leginkább meghatározó volt a számotokra, úgyhogy várom kommentben a készletszámokat, vagy akár a neveket is, nagyon kíváncsiok, és ezt mind azért kérem tőletek, mert fogok készíteni majd a 90-es születésnapra egy adást, és kíváncsiok, hogy nektek mi volt az a meghatározó készlet, ami legjobban bejött, vagy ami meghozta a kedveteket a legózáshoz, vagy bármi ilyesmi, ami kiemelkedő volt számotokra az elmúlt 90 évből, úgyhogy várom a kommenteket. És ezzel be is zárnám a mai adást, én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, jöhet a like, jöhet a feliratkozás, amit nem tettétek volna meg, illetve tudtok támogatni Patreonon, és illetve a saját készletem vásárlásával, amit először is nagyon szépen köszönök, és a következő adásig pedig mindenkinek nagyon jó legózást, jók lehetek, sziasztok!